Kovács Péter előadása következik. Annyit kért, hogy annyit mondjuk meg róla, hogy gyakorló. Kedjük, vagy a jó, a rossz és a kartforgató címmel kapcsolatban. Fogadjuk szeretettel. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Köszönjük, hogy sokan vagyunk. Bárcsak edzésen is ennyire szélni. Körülbelül 8-9 éve gyakorlom a kenjutsu, és ez alatt az idő alatt meglehetősen sokszor kellett elmagyaráznom, hogy mit is csinálok. És általában megkérdezik, hogy mit gyakorlok, és én azt válaszolom, hogy Jikshinkage-ryu kenjutsu. És bár ez engem sokszor meglep, ez senkinek nem van semmi. Úgyhogy akkor lerövidítem, hogy kenjutsu. És még mindig meglepődök, hogy ez senkinek nem mond semmit. És akkor annyit szoktam mondani, hogy ez egy japán harcművészet, és a japán szóról ennyi szokott az ember. És utána folytatom, hogy japán kardvívás szoktunk gyakorolni, és akkor körülbelül ez minden tudás, ami viszont látok a szemekben. Ilyenkor hosszú körmondatokba bele szoktam menni, hogy eljárok edzésre, igen, japánhoz számolok, és egymást csépeljük nagy botokkal, de ettől még nem lesz tisztában a kép az emberek fejében. És hogy mennyire nem lesz tiszta, az mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maguk a kenjutsu gyakorló emberek sem igazán értik azt, hogy mi a kenjutsu. Ezek idézetek kenjutsu gyakorló emberektől. Az első a kedvencem, kenjutsu szó szerinti fordításban a gyilkolás művészete. A következő egy kicsit hosszabb, ez egy idézet egy internetes fórumról, amit most el fogok olvasni. Valaki megkérdezte egy kenjutsu gyakorló embert, hogy mi kell ahhoz, hogy elkezdjek kenjutsuzni, és a válasz milyen hosszú volt. Fegyelem, kitartás, képesség az elmélyülésre, képesség a belső elcsendesedésre, alázat, szorgalom, nyitottság, türelem, elkötelezettség, törekvés a lelki tisztaságra és a szellemi tisztaságra, ami a testi tisztaságra is együtt jár, felelősség. Kardvívás tanulása során társai lesznek a mesterek, tanulótársak és tanítványok, mindannyian felelősséggel tartoztok egymásért is, hiszen szavaitok, cselekedeteitek és gondolataitok meghatározó szerepet fognak játszani abban, ki hogyan fejlődik, mit és hogyan tanul meg, milyen emberré válik. Eljutnak-e hozzá a kard igazi üzenetei, vagy csak egyszerűen potenciális gyilkossá válik. Ugyanis erről van szó. Megtanulsz kezelni egy fegyvert, ha ügyes vagy, jól tudod majd kezelni. Ha sokat és kitartóan tanulsz, nem csak azt tanulod meg, hogyan halomásszel egy formát, az semmi. Valóban képes leszel hatékonyan ölni vele. De ez csak a felszín. Aki csak eddig jut el, az jobb, ha nem fog kardot a kezébe. Az igazi lényeg karddal életet adni, hogy a klasszikusokat idézzem. Ez sok idő, amíg valaki megérti. Már abban a pillanatban, hogy ezt valóban elnyeri értelmét, válsz valódi harcossá a szónemes értelmében. Ez pedig mestereid és a társaid, de elsősorban a te felelőssége. Szóval a kérdező még el sem kezdett kenjutsuzni, és már is elég jelentős terhet raktak a vállára. És itt is visszatér az, hogy valaki a kenjutsut egyszerűen a gyilkolással, hatékony gyilkolással azonosítja, pedig ő maga is gyakorolja. Ez nekem annyira nem tetszik. A felelősség. A gyermeknevelés sokkal nagyobb felelősség, és mégis bele mennek vágni az emberek. Éppen ezért bátran állíthatom, hogy nyugodtan kardívást tanulni is mindenki eljöhet. Potenciális gyilkossá válni. Az az igazság, ha az ember kimegy a konyhába, sokkal hatékonyabb eszközöket tud találni a potenciális gyilkolásra, és még hosszas kiképzésre sincs szüksége hozzá. Éppen ezért nézzük is meg, hogy mi a kenjutsu. A kenjutsu az két írásjelből áll, az első a ken, ami kardot jelent, méghozzá ez egy régiesebb írásjel, eredetileg a szerintem kínai típusú két évű kardot jelentette, ez a jutsu,
az valaminek a technikája, valaminek a művészete. Tehát nyugodtan kérhetjük, hogy a kenjutsu szó szerinti fordításban a kard technikája, a kard művészete, és nem a gyilkolásé. Még egy apróság az elejéről, hogy a kommentelő szerint a kard igazi üzenete az a karddal életadás, ami aztán nem magyarázott meg, úgyhogy az előadás során meglátjuk, hogy fényterítünk erre. Ez a kép lesz itt a virtuális dojo-unk, ahol a elméleti edzésünket meg fogjuk tartani. Két oldalból áll, és emléletlenül választottam ketté a két oldal. A bal oldalon van a képzeletvilág, ahol minden megtörténhet. A képzeletvilág határtalan és gyönyörű színes. Azt képzelünk el, amit csak akarunk, és úgy látjuk a dolgokat, ahogy akarjuk. A jobb oldalon van a valóság, ami egy kicsit sötét, erősen határolt, és ott tökölnek a fizika törvénye is, amiket sajnos nem léphetünk át semmiképpen. És meg is kezdjük az utazásunkat egyből. A japán kardot kortól függően természetesen két ember mutatta be nekünk leginkább, Conor McLeod és Nathan Algren. Conor McLeod rettetően különleges volt, ő neki a japán kardot egy skót fogva, egy egyiptomi származású spanyol nevű férfi. Ami érdekesebb az az, hogy ő évszázadokon keresztül harcolt egy japán karddal, ami sosem csorgult ki. Nathan Algren azért volt különleges, mert olyan jól megtanult a japán karddal bánni, hogy már a film közepe felé megszorongatta a tapasztalt japán mestert. Úgyhogy meg is nézzük először is, hogy mi a japán kard. És hát a japán kardoknak egy jellegzetes alakja van. Körülbelül 1 méter hosszú, kicsit hosszabb, fonott markolata van, fatokja, szerintem bárki felismeri a világon. Az elején van egy csatornaszerű pálya, ez szokás vércsatornának nevezni, természetesen ennek nem ez a funkciója, általában ez azért van ott, hogy könnyebbé tegyük a kartpengét, vagy jobban kiegyensúlyozzák, vagy esetleg csak díszítsék fel a kartot. És a japán kardról tudni kell, hogy sok-sok évszázada formailag vagy változatlan, vagy szinte alig változott valamit. És pont ezért a legtöbb ember fantáziájában úgy él, hogy a japán kard az a tökéletesség szimbóluma. És azért változatlan évszázadok óta, mert annyira jó, hogy már nem is kell rajta semmit változtatni. Ha összehasonlítjuk a japán kardokat a nyugati kardokkal, akkor láthatjuk, hogy egész a legrégebbi kardoktól indulva a modern kardokig tényleg szinte semmit nem változott sem az alakja, a mérete is csak alig, míg a nyugati kardoknál egészen rövid, hegyes, hajlított, kevésbé hegyes, mindenféle kardok fordulnak. És ez is csak erősíti az emberekben a képet, hogy igen, a japán kard az annyira jó, hogy semmit nem is kell változtatni. Azért egy kicsit megpróbálom árnyalni ezt a képet. A nyugati történelemben ne felejtjük el, hogy egy hatalmas területen találkoztak népek, főleg Európa és Ázsia területén, akik nagyon különböző szokásokat hoztak magukkal, nagyon különböző karszmadarakat, és éppen ezért az egyes alkudarokhoz is alkalmazkodtak a fegyverei. Nem beszél arról, hogy Európa és Ázsia ásványkincsekben messze sokkal gazdagabb, mint Japán. És ez is egy fontos tényező, hogy Japánban nem alakultak ki azok a fajta nehéz páncélok, mint amit például az európai lovakkorban látunk, tetőtől talpig acélba öltözve álltak a gazdagabb úriemberek a harcmezőre, és éppen ezért a japán kardnak annyira nem is kellett megváltoznia, hiszen történelmileg Japánban nem volt annyira jellemző a külső országokkal, külső népekkel való kapcsolat, sokkal kevesebb fajta harcmodorral találkoztak,
és jobban más megkicsitve a szegény ország. Még egy tényezőt megemlítenék, az pedig a Japánban található rettentő hagyomány tisztelet, ami szerintem nagyon fontos, nem igazán térnék ki rá ezen az szakterületen, de ez is közrejátszott abban, hogy a kardokat meglehetősen változatlanul termeltük tovább a későbbiekben. A kard ennek ellenére akkor is csak egy kard, és sem nem a legjobb, sem a világ legjobbja, hanem egy vékony egyszer acél penge, amit ha oda csapunk valahová, akkor bizony megsérülhet, és ez egy minden gond, amit szerintem le is tudunk játszani. Az úriember összecsap két japán kardot, nekifutásból is a keze majdnem eltörik, de akkor nem. Viszont, amit láthatjuk, a pengének az eredetőn megsínlette ezt a bánásmódot. Éppen ezért Konrad MacLeod valószínűleg évszázadokon keresztül nem harcolhatott egy olyan pengével, ami nem sérül meg. A japán kard igenis meg tud sérülni, és itt a videón valószínűleg nagyon jó kardokat láthatunk, hogy ennyire jól bírták a gyűlődést. Vannak olyan kardok, amik sokkal kevésbé bírják a gyűlődést. Ez egy amerikai démosor. Mindenki szóba hintenik, hogy tévésokból lehetett karddal kezdeni gyakorolni, vagy akár kardokat összejutni.
És tovább megyünk. Ahhoz, hogy valaki az imént látott módon tudjon már gyakorolni, kell némi tudás. És azért tartottam fontosnak kiemelni ezt a fajta, vagy ezt a képet, illetve a Bleach című animéből kiemelni a főszereplőt, Kurosaki Kichigót, ugyanis ő annyiban különleges, hogy benne a harcművészeti tudás alapból megvan. Az animében a gyenge harcosokat és a nagy harcosokat azt különbözteti meg egymástól, hogy kinek mekkora a szellemi ereje. És ugyan igazából mindenki pont ugyanolyan jól forgatja a kardot. Mindenki pont ugyanolyan jól képes támadni, védeni, vagy kivédeni a másik vágását. Az egyetlen különbség, hogy akinek nagyobb szellemi ereje, sokkal erősebben képes oda csapni a másikra. Ez a sorozat azt jelképezi, hogy amikor a főszereplő Ichigo erősebbé válik, akkor átváltozik valami mássá, és ez jelképezi azt, hogy most erősebb és nagyobb harcos. Egy kicsit olyan érzés, mintha a harcművészeti tudás már benne lenne a testünkben, mint az izmaink. Nekünk nem kéne más csinálni, mint ahogy a súlyemelő emelgeti az izmokat, ezt a tudást megedzeni. És a kezünkbe fogjuk a kardot, és a testünk automatikusan tudni fogja, hogy mit kell csinálnia. Odasózunk a karddal, és tökéletes lesz a vágás, vagy fordítjuk a kardot, és sikerül kivédeni rögtön a támadást. De vajon így van-e ez? Amikor a kezdők elkezdenek edzeni, akkor általában megtanulnak valami egyszerű formagyakorlatot, olyat, mint amit a videón is láttunk, és már meg is tudják önállóan csinálni, elmennek az első vizsgára, és bemutatják a mesternek, hogy igen, ők képesek megcsinálni ezt a gyakorlatot. Innentől kezdve kész, ez a tudás megvan, mint az iskolában el is lehet felejteni, negyedik osztály biológia, sejtosztódás, senki nem emlékszik rá. És ezek a kezdők sokszor annyira biztosak a tudásukban, hogy rögtön elkezdik tanítani egymást, és a következő kezdőt a képen bejött az a terembe, az rögtön meg is mutatják, hogy gyere, már tudom, megmutatom. És amikor a mester megváltoztatja ezeket a formagyakorlatokat, éppen csak egy picit, akkor szoktam hallani ezeket a kommenteket, és akkor derül ki az ezzel a felfogással való gyakorlásnak a problémája, hogy értetlenül állnak, hogy most miért kell máshogy csinálni? Hiszen ez a tudás, ez a kenjutsu. Itt jobban lépek, ballal vágok. A formagyakorlatokat azért tanuljuk meg, hogy azon keresztül megtanuljunk valami egészen mást. És ahhoz, hogy ezt a mást megértsük, ahhoz két dologra szükség van. Először is arra, hogy kialakítsunk egy jó kapcsolatot a mesterrel. Ugyanis mi, mint gyakorlatlan kezdők, nem fogjuk tudni, hogy mikor csináljuk a gyakorlatot jól, és mikor rosszul. A mester pedig megpróbálhatja elmagyarázni, hogy mi rossz és miért, de az általában egy fél órás monológba kerülne, amire egy másfél órás edzésre ritkán van idő. A mester annyit mond, hogy ez még nem jó, gyakorolj tovább. A másik nagyon fontos dolog az a kapcsolat önmagunkkal. Ki kell alakítani önmagunkban egy olyan hozzáállást, hogy aktívan kell keresnünk a hibáinkat, aktívan kell figyelnünk a mozgásunkat, a testünket, és sokat kell gondolkodnunk azon, hogy vajon melyik mozgás lehet a jó, és melyik mozgás lehet a rossz. Vegyük ezt az egyszerű ábrát. Ez egy szerves kémiai folyamatábra. Jelképezze ez most egy formagyakorlatot. Megpróbálhatjuk begyakorolni ezt az ábrát, és tökéletesen lerajzolni. Viszont egy kukot nem fogunk érteni belőle az alapok nélkül. Ráadásul, ha amikor begyakoroljuk, elkövetünk egy kis hibát,
lefedjük az egyik pöttyöt, vagy az egyik kis vonalacskát, akkor fogalmunk sem lesz róla, hogy hibáztunk valójában. Azt csak egy olyan ember fogja észrevenni, akiben a megfelelő tudás ott van. Igazából azt sem fogjuk tudni, hogy van-e jelentősége annak, hogy hány darab pötty van, vagy hány darab és milyen hosszú vonal köti össze őket, vagy hogy mekkorák az egyes pöttyök. Harcművészeti edzésen, amit kezdünk vagyunk főleg, nem csináljuk jól a gyakorlatot, és sokat hibázunk. A mester az elmondhatja, hogy hibázunk, ritkán tudja elmagyarázni, hogy mit és miért. Ilyenkor vagy elfogadjuk neki, hogy igenis rosszul csináljuk, tehát jobban megbízunk a saját mesterünkben, mint saját magunkban, hiába mondjuk azt mi magunknak, hogy de mi igenis jól csináljuk, el kell fogadnunk, hogy a mesternek van igaza, félre kell tennünk az egónkat, és itt nyer értelmet a bevezetőben is említett alázat. Miért kell alázatosak lenni? Ha elintennénk egy tükröt, és látnánk magunkat hibázni, az az igazság, akkor sem vennénk észre a hibánkat, hiszen mi még nem vagyunk elég gyakoroltak ahhoz, hogy észrevegyük, hogy pontosan melyik mozgás jó, és melyik rossz. Mik is az alapok, amiket a forma gyakorlatok során meg kell tanulnunk? A vágás technika. Mivel a kard az egy vékony acéllap, ha valamit el akarunk vágni, nem árt, hogyha a penge az pont a felé néz, amire mi vágni szeretnénk. Ha a vágás irányától a penge szög egy kicsit eltér, például a szög egy kicsit kisebb, akkor a célpontról a kard le fog csúszni. Ha ez a szög egy kicsit nagyobb, akkor le fog pattani. Következő, hogyan fogjuk meg egyáltalán a kardot? Egyáltalán nem mindegy, milyen erővel szorítjuk meg a kard markolatát. Ha túl erősen szorítjuk, akkor elfárad a kezünk, és a kardot kiverik a kezünkből. Ha túl gyengén fogjuk, akkor pedig a kardot csak simán kiverik a kezünkből. Elég bonyolult és nagyon sokáig tart megtanulni azt, hogy amikor vágunk, akkor nem izomból húzzuk a kardot visszafelé, hogy a vágás végén megállítsuk, hanem bizony azt is a két kezünk fogásával, a kardmarkolat csavarásával kell megtennünk. Távolság. Helyesen kell felmérnünk az ellenféltől való távolságot. Ha túl közel állunk, akkor rögtön a kard ható sugarába kerülünk, és azonnal eltalálnak bennünket. Ha túl messze állunk, akkor a támadásunk el fog sulni az ellenfél előtt, és azonnal kiszolgáltatottá válunk. Nem mindegy, hogy hogyan nézünk. Ha nagyon koncentrálunk az ellenfél testének egyes területeire, akkor nem fogunk tudni figyelni a többi részre. Ha meglendíti a kardot, és mi a kardra nézünk, akkor esetleg lemaradunk arról, hogy merre is akar lépni. Ha viszont a lábát nézünk, arról fogunk lemaradni, hogy meglendíti a kardot, vagy sem. Ezért igyekezni kell olyan látást kialakítani, mi nem koncentrál sehová, inkább a látóterünket egyben fogja, egyben próbálja lefogni. Védés technika. Figyelünk el arra, hogy a kezünket ne tegyük előbbre, mint a kardot, mert akkor levágják. Fontos, hogy hogyan fogjuk védés közben a kardot, megint csak, hogy ne legyék ki a kezünkből. Vagy ne csak kellek oda olyat, hogy a kard alá megy, és megint csak előrébb kerül a kezünk, mint a támadó kard. Védésnél még egy dologra figyelhetünk, hogy próbáljuk meg úgy tartani a kardot, hogy ne közvetlenül a kardunk élével védjük ki az ellenfél támadását, inkább egy picit elfordítva valamennyire a lapjával, és arra is figyelnünk kell, minél inkább a markathoz közel próbáljuk meg védeni, szóval sokkal erősebben tudjuk tartani a kardot, mint a végén. Lábtechnika. Nagyon fontos, hogy ne essünk el a saját lábunkon. A harcművészet közben a lábtechnika nem olyan egyszerű, mint járni. A kezünkben van egy nagy kard, amit ráadásul jó erősen meglógottatunk magunk előtt, mi jelentős erőt fejt ki a testünkre. Tehát nem árt, hogyha stabilan meg tudunk állni a lábunkon, és nem esünk előre, mikor meglendítjük a kardunkat. De az sem árt, hogy ugye, amikor egyszerűen járunk, akkor a lábunkat egymás elé tesszük. Viszont, hogyha egymás elé tesszük a lábunkat kenjutsu közben, akkor megbillenünk oldalra, és eldőlünk.
Nem árt, hogyha nem akadnak össze a lábaim képés közben. És az sem árt, hogyha egy gardendítésnél nem találják a saját lábukat. Ezt most egy kicsit átugoljuk, ez egy nagyon jó videó. A Gohato című filmből kiváló kartforgatókat láthatunk. Nem lesz rá idő sajnos. Elnézést kérek. Az alapok után menjünk tovább a komplex megoldások felé. Most röviden megpróbálom is kitérni a harcművészeti stílusokra, egy kicsit más szemszögből. Visszatérek az animék világához. Harcművészeti stílusok, Kimura Kenshin legyőzhetetlen stílust gyakorol, amit Hitami Tsurugi Ryu-nak mutatnak, és mindjárt meg is látjuk, hogy csak azért, mert ezt a stílus gyakorolja, mikre képes. Rögtön ketté vágott egy jó embernek vastagságú falcadatot. Vannak-e legyőzhetetlen stílusok? Előnk jelenthet-e az, ha valaki az egyik stílus gyakorolja azzal szemben, aki a másikat gyakorolja? Van-e legyőzhetetlen stílus? A komplex megoldások az alapokra épülő mozgások, amik általában valamilyen komplexebb problémát hivatottak megoldani. És ezeket én, mint az anime és egyébként egyszerűen technikáknak fogom hívni. Ilyen lehet például az, hogy ha túl messze van az ellenfél, akkor egy bizonyos lépés technikával közelebb lépek hirtelen, elcsalom a távolságot. Úgy teszek, mint a balról vágnánk, közben jobbról fogom. A probléma ezekkel az, hogy a komplexek problémák mindig sokkal ritkábban fognak előfordulni, mint az egyszerűek. És felismerésükhöz is elég gyakorlott szemre van szükség az, hogy ki tudjuk őket használni. Kimura Kenshin olyan technikákkal rendelkezik, mint például a Doryusen, mivel a kardjában lesújt mag elé a földre, amitől az ellenfél alatt fog felrobbanni a föld. Vagy a Kuzuryusen, amivel egyidejűleg képes 9 irányból támadni az ellenfelet. Azt hiszem beláthatjuk, hogy vannak dolgok, amik fizikailag képtelenség kategóriába esnek. Viszont vannak olyan technikái, amik már elgondolkodhatók. Az Amakakeru Ryuna Hirameki nevű technika, a Hitemitsurugi Ryuna végső technikája, ez egy kardrántás, ami lentről felfelé vág, és az a különlegessége, hogy Kenshin bal lábon lép jobb helyet, és ezáltal lesz ez egy legyőzhetetlen technika, illetve a Ryu Tsui-sen, ami azt jelenti, hogy az ellenfelő nagyon magasra felugrik, majd magasról rázódul az ellenfelére, és onnan csap oda. Jönnek a fizikai törvények. Minden ember teste ugyanolyan. Ugyanolyan felépítésű, ugyanott vannak a könyökeink, ugyanott van a csuklónk, ugyanott van a fejünk, kézzel fogjuk a kardot. És ez behatárolja a mi lehetőségeinket is, de az ellenfeleinket is. Ugyanis minden ember más. Az egyik ember kicsi, a másiknak vannak nők, és vannak férfiak. Az egyik ember gyenge, a másik ember erős. Az egyik ember gyors, a másik viszont nagy és lomba. És gyakorlati szempontból én itt vagyunk a harcművészeti stílusok kialakulását. Minden embernek más az igénye. Egy nagy darab ember nem harcolhat ugyanabban a stílusban, mint egy kicsi és gyors ember. Ha megnézzük akár csak azt, hogy kiskard vagy nagykard. Mi történik, ha egy kis ember hatalmas karddal próbál megharcolni? Valószínűleg inkább akadályra fogja érezni, mint segítségre. Egy nagy karddal hiába lehet jobb erősebben oda csak, mint egy gyengébben, mert nem fogja tudni úgy fölemelni, vagy úgy mozgatni, mint egy erős. Ráadásul egy kisebb ember a nagy karba inkább belakad.
mint hogy sikeresen lesújtson be az ellenfél. Fordított helyzetben egy nagy darab ember próbál még az alapján úgy gyorsan harcolni, hogy kis kardot válasz, akkor valószínűleg az fog történni, hogy a kis ember így is úgy is gyorsan lesz nála, viszont elveszti azt az előnyét, hogy ha a méretéhez megfelelő kardot választana, hogy jó erős csapásai lehessenek, illetve az erős csapásnak az az előnye, hogy nem feltétlenül kell jól célozni egy kevésbé érzékeny területen is erős hatást lehet kifejteni. És visszatérek a bevezetőben, vagy a korábban említett két technikára, vajon működhet-e a valóságban, először is az annakra kérünk, ki úrnak híra neki. Szerintem nem. A ballábunk semmivel nem erősebb, mint a jobb. És semmivel nem is gyorsabb, mint a jobb. Tehát az, hogy ballábban lép jobb helyet, az nem fogja azt megváltoztatni, hogy a kardunk akkor is a bal csípőtől fog elindulni. Ahogy utána olvastam, persze azt magyarázták, hogy ezzel együtt Kenshin a bal csípőjét is előre mozgatja, ami ugye nagyobb erőt és a forgató nyomaték által nagyobb sebességet ad a karnak, ami viszont azt fogja eredményezni, hogy ha a bal csípőket előre mozgatjuk, a jobb lábunk hátra megy, és mivel jobb kézben van a kardunk, ezért az távolabb is fog kerülni az ellenféltől. A képet azért választottam, mert egy hasonló technika bemutatására került sor egy edzésen. Egy tapasztalt ellenfélre szemben, aki akár fegyvertelen, semmit nem fog érni. A következő magasra felugrás, ez már érdekesen. 1612-ben történt Ganyu-Jima szigetén egy nagyon híres párviada Miyamoto Musashi és Sasaki Kojiro között, ahol Miyamoto Musashi a legenda szerint úgy győzte el ellenfelét, hogy amikor az a különleges technikáját, a különleges vágását akart alkalmazni, magasra felugrott előtte, és neki csak éppen a homlokát korcolta a vágás, ő viszont fejbe találta Kojirót, és meg is halt. Mint komplex megoldás a komplex problémára, szerintem ez is csak az adott szituációban volt alkalmazható. Valószínűleg Musashi jó alaposan tanulmányozta ellenfelének a harcmodorát, és ezt a fajta technikát pont ellene fejlesztette ki. Összefoglalva, szerintem mindig az dönt, ki tudja jobban az alapokat. Ha egy gyakorló kardforgató képes észrevenni az ellenfele hibáit, akkor azt a legegyszerűbb, leggyorsabb, legapróbb mozdulattal is képes lesz kihasználni. Semmilyen különleges technikára nem lesz szükség. Hiába tud olyan trükköket például, hogy jobb lábbal lépek bal helyett, vagy azt teszem, hogy úgy teszek, mint a jobbról vágjék be valójában balra fogom, a gyakorlat tapasztalt ellenfelet valószínűleg ezzel nagyon nehéz lesz becsapni. Szerintem éppen ezért nem is az lesz döntő, hogy milyen stílus gyakorlunk, hanem az, hogy mennyire ismerjük magunkat, mennyire ismerjük a gyengeségeinket, az erősségeinket, illetve mennyit gyakoroltunk, és mennyire leszünk képesek felismerni az ellenfél erősségeit, és az ellenfél gyengeségeit. A következő részben inkább csak megemlíteném az energiát és a zen jelentőségét ez esetben a Jixin Kagetsuban. Az energia szerintem egy nagyon-nagyon félreértett fogalom. Megpróbálom egy kicsit árnyalni a kérdőben. És a zenre pedig azért térnék ki, a zenre és a megvilágosodásra, mert nagyon sok harcművész kereste a harcművészeteken keresztül a megvilágosodást. És ez engem is nagyon elgondolkodott. Meg is nézhetjük.
kicsit úgy néz ki, hogy a kardra már nincs is szükség. Fogjuk az energiát, és hozzávágjuk az ellenfélhez. Szerintem ez nem olyan egyszerű. A Jixing kagerjukban is vannak az energia áramoltatására szolgáló technikák. Ez az egyik. Ez egy koncentrációs gyakorlat. A gyakorló a kardját az ég felé emeli, a kezét a föld felé fordítja, és az energiát az égből és a földből magába gyűjti a harába, ahol az a test energiaközpontja található. Itt, amikor ezt a gyakorlatot végezzük, erre is kell gondolni, és át kell érezni, hogy igenis áramlik az energia a testünkbe. A következő gyakorlatnál a fordítottja történik, a testben összegyűlt energiát kell koncentrálni, és a kézen és a kardon keresztül az ellenfél szeme felé irányítani, ezzel meghátrálásra kényszerítve az ellenfelet. Az energiát a nyelvben úgy használjuk, mint egy főnök, és én is úgy használom. Einstein óta van egy nagyon egyszerű képletünk, ami megmondja, hogy mi az. Egyenlő MC négyzet, amit szerintem mindenki hallott már. Energia egyenlő tömeg szorozza a fénysebesség négyzetével. A tömeg kilogram, a fénysebessége pedig méter per szekundum, tehát valamilyen távolság, valamilyen idő alatt. Mit jelent ez? Valamilyen tömeget megmozgatunk valamilyen távolságra, valamennyi idő alatt. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy főnév, hanem egy igény. Valamit megmozgatunk. Éppen ezért szerintem az energiát nem lehet tárgyasítani. Az energia nem létezik önmagában, egy felhőben, és nem nyúlhatunk ki oda sem a nyelvénkkel, sem a testünkkel, hogy megragadjuk és magunkhoz vegyük. Képzeljük a következőt. Gyönyörű napsütéses délután semmi sem mozdul. Viszont amint valahol leesik a légnyomás, máshol pedig megemelkedik, akkor a magas légnyomású területek felől az alacsony légnyomású területek felé kezd el áramlani a levegő, és létrejön a szél. A szél maga az energia. Az energia az egyensúly tagasságban lévő területek közötti kiegyenlítődés, az egyensúly megteremtődése. Egy folyamat. És mint azt nemrég New York lakói tapasztalhatták, a szél az meglehetősen nagy energiát képvisel, akár házakat képes elmozdítani a helyéről. Mivel az energia inkább egy folyamat, az átvitele is egyfajta folyamat. Míg a képesek vagyunk is az energiát megfogni bármilyen jelenleg nem ismert módon, akkor sem gyúrhatjuk össze egy labdával, mert nem tárgyasítható. Valahogy át kell vezetnünk magunkon, hogy az célba juttassuk, viszont el kell gondolkodnunk azon, hogy amikor ezt megtesszük, akkor az energia milyen formát vesz fel. Lehet hő, meleg, viszont akkor megégetjük magunkat. Lehet elektromosság, de akkor megráz az áram. Szerintem ez még egy ideig nem lesz megvalósítható. A zenről és a megvilágosodásról, amikor Suzuki mester tanít minket, akkor valahányszor mutat valamit, akkor általában el szoktam mondani, hogy most megmutattam a gyakorlatot, ez így jó, de így is jó, és így is jó, és megmutat 5-6 módozatot ugyanannak a gyakorlatnak a végrehajtásával, és mindig kiemeli, hogy ezen sokat kell gondolkodni. Azt hiszem, ez a harcművészeteknek egy nagyon-nagyon fontos része. Mindenen nagyon sokat kell gondolkodni. A gyakorlás önmagában nem elég. A megvilágosodás csak ezen keresztül nem érhető el. Csak is itt.
Sokat nem tudok a megvilágosodástól, én még nem éltem át, és lehet, hogy nem is fogok soha, de szerintem van valaki, aki már megvilágosodott, és megpróbálom az ő példáján keresztül bemutatni. Egy agykutatóról van szó, aki így magyarázta az elmény működését. Azok számára, akik értenek a számítógépekhez, a jobb agyféltekén úgy működik, mint a párhuzamos processzorok, míg a bal féltekén úgy funkcionál, mint egy soros processzor. A két félteke a kérges testek keresztül kommunikál egymással, de eltekintve két félteke teljesen különálló. A jobb félteke a jelenről szól, az itt és a mostról. A jobb félteke képekben gondolkodik, a testünk mozgásán keresztül kinesztetikusan tanul. Az információ energiaformájában szimultán árad be az érzékelő rendszereken át, majd egy hatalmas kollázsárokban, hogy milyennek látszik ez a jelenlegi pillanat, milyen az illata, milyen íze van ennek a pillanatnak, hogy milyen érzés, hogyan hangzik. A körülöttem lévő energiához kapcsolt energialény vagyok, a jobb féltekén öntudatán keresztül. Harcművészetre, kenjutsu-ra lefordítva ez azt jelenti, hogy a jobb féltekénkben tanuljuk meg a mozgásokat, a jobb féltekénkben van a kenjutsu, és a jobb féltekénkben fogjuk fel azt a pillanatot, amiben éppen vagyunk. Hogy előttünk áll az ellenfél, hogy a kezünkben van a kard. Azt is a jobb féltekénkben fogjuk fel, amikor megmozdul és reagálnunk kell. A bal agyfélteke. A bal agyfélteke nagyon más. A bal félteke sorosan és módszeresen gondolkodik. A bal félteke a múltról és a jövőről szól. A bal félteké úgy van kitalálva, hogy fogja a hatalmas kollást a jelen pillanatról, és elkezd részleteket kiválasztani. Részleteket és még további részleteket azokról a részletekről, majd kategorizálja, rendszerezi mindezt az információt, és asszociációkat hoz létre mindennel, amit a múltban maga tanultuk, és a jövőre vetíti az összes lehetőséget. A bal féltekénk nyelvben gondolkozik. Ez a folyamatos agyi beszélgetés köt össze minket a belső világunkat, a külső világunkkal. Ez az a kis hang, ami azt mondja, hé, emlékezned kell, hogy hazafelé vegyél banánt, reggel szükségem lesz rájuk. Ez az a számító intelligencia, ami emlékeztet, hogy mikor kell mosnunk. De ami talán legfontosabb, ez az a kis hang, ami azt mondja, én vagyok, én vagyok. És amint a bal féltekén azt mondja nekem, hogy én vagyok, nyomban elkülönülök, egyedi szilárd lényé válok, elkülönülve engem körülvevő energia áramlásától és másoktól. Tehát a bal féltekénkben van az én tudatunk, és a bal féltekénkben van az időérzékelésünk. A bal féltekénkkel beszélgetünk magunkkal, és a harcművészetekben a bal félteke az, ami leginkább akadályoz minket abban, hogy időben is rendesen tudjunk reagálni az ellenfél mozdulataival. És a bal félteke az előre akarja dönteni, hogy mi fog történni, ráadásul körmondatokban fogja azt nekünk prezentálni az agyunkban, amire nincs idő. És hogy mi kezdenek a megvilágosodáshoz? Dr. Taylor, akit említettem, stroke-ot kapott, egy komoly agyérzést a bal féltekéjében, ami azt jelentette, hogy egy időre neki megbénult a bal agyféltekéje, és nem működött más, csak a jobb. És így kommentált az eseményeket. Ránézek a karomra, és rájövök, hogy már nem tudom meghatározni a testem határait. Nem tudom meghatározni, hogy hol kezdődöm és hol végződöm. Mert a karom atomjai és molekulái összekeveredtek a fal atomjaival és molekuláival. Csak ezt az energiát érzékeltem. Energia. És azt kérdeztem magamtól, mi a baj, mi baj van velem? Mi történik? Ebben a pillanatban az agyamban folyó fecsegés, a bal félteki nagy fecsegése teljesen elmélyült. Éppen úgy, mintha valaki fogott volna egy távirányítót és megnyomta volna, ami némító gombot. Teljes csend. Elsőre sok volt, hogy egy hangtalan elmében találtam magam, de nyomban magával ragadott az enyém körülvevő energia nagyszerűsége. Mivel már nem tudtam meghatározni a testem határait, hatalmasnak és kiterjednek éreztem magam. Egynek éreztem magam a létező energiával, és gyönyörű volt ott lenni. Hirtelen újra mondani volt a bal féltekén, és azt mondja nekem, hogy hé, van egy probléma, segítséget kell kérnünk, erre én. Jaj, bajban vagyok.
De ekkor azonnal is visszasodródtam a másik tudatállapotba, hogy gyönyörű volt. Képzeljétek el, milyen lenne, ha teljesen el tudnátok szakadni a fejetekben folyó szövegeléstől, ami a külső világhoz kapcsolódik bennetek. Tehát itt vagyok ebben a térben, és a munkám, és bármilyen stressz, ami a munkához köthető, elmúlt. Könnyebb lett a testem. És képzeljétek el, a külvilágban létező minden kapcsolat és minden hozzájuk kapcsolatos stressz forrás mind elmúlt. Éreztem a nyugalomnak ezt az érzést. Élek, és megtaláltam a nirvánát. És ha én megtaláltam a nirvánát, és ha én még mindig élek, akkor mindenki, aki él, megtalálhatja a nirvánát. És elképzeltem egy világot, ami gyönyörű, békés, együttérző, szeretettel teli emberek töltenek meg, akik bármikor eljöhetnek ebben a térben. És szándékosan választhatják, hogy a jobb félteke felé tesznek lépést, a bal féltekéjük felől, hogy megéljék ezt a békét. És akkor rájöttem, hogy micsoda óriási ajándék lehet ez a tapasztalás. Micsoda rohamos belátáshoz vezethet azzal kapcsolatban, milyen boldog éljük az életünket. Eltekintve néhány vizuális művésztől, a többségünknek a bal féltekéje a domináns. A harcművészeti edzést felhasználhatjuk arra, hogy tudatosan tegyünk egy lépést a jobb bal féltekénk felé, és ezáltal a megvilágosodás felé. Edzük a testünket, ezáltal edzük a jobb bal féltekénket, kapcsolatokat teremtünk és kapcsolatokat keresünk, sokat gondolkozunk a dolgokon, és ezáltal egy eddig ismeretlen oldalon láthatjuk a világot. De mi kell ahhoz, hogy kardvívó mesterré váljunk? Erre pedig a következő példát találtam. Egy svéd kutató, Kay Anders Ericsson, végzett egy kísérletet még az 1990-es évek elején, arról, hogy hogyan lesznek a zenészekből kiváló világhírű zenészek. Az akadémia professzorának segítségével három csoportra osztották a zenészeket. Az elsőbe kerültek azok, akik egyszerűen csak zenekarnának készültek, és rajtuk az ő játékukon hallható is volt az, hogy nem igazán jók. A következő csoportba kerültek azok, akikből bármikor váltott professzionális zenész, igazi zenekari játékos. És a harmadik csoportban voltak azok az emberek, akikben benne volt a lehetőség, hogy világhírű szólisták legyenek, ők annyira jók voltak. Ezt elvégezték hegedűsökkel, zongoristákkal is. Mindig ugyanazt találták. Minél többet gyakorolt valaki, annál jobb volt. Ez még talán nem is volt, lenne meglepő. Az igazán meglepő az volt, hogy egyetlen ember sem volt, aki nagyon sok gyakorlás nélkül lett volna nagyon jó, és egyetlen ember sem volt, aki nagyon sokat gyakorolt, de nem lett nagyon jó. A mesterek titka a gyakorlásra fordított idő. 2000 óra gyakorlással körülbelül amatőr szintet lehet elérni. 4000 óra gyakorlással már taníthatók az alapok. 4000 óra gyakorlással rendelkezte az első csoport tagjai, akik csak egyszerű zenekari, vagy egyszerű zenekarnak készültek. 6-8000 óra tudás, a profi tudás, vagy gyakorlás. 6-8000 óra gyakorlással rendelkeztek azok az zenészek, akik a kettes csoportba tartoztak, akikből bármikor lehetett zenekari zenész. A harmadik csoportban, akikből pedig világhírű szólista is lehetett bármikor, ők 10000 óra gyakorlással rendelkeztek. Ez 20 éves emberekről készült ez a kísérlet. Mindenki körülbelül ugyanabban az életkorban kezdte el a zenélést, 5 éves kor körül. Magyarul 15 év alatt építették fel ezeket a szinteket. Hogy mit jelent ez? 10000 óra gyakorlás az vagy napi 3 óra, vagy heti 20 óra a gyakorlás 10 éven
nagyon sok, főleg annak tekintetében, hogy heti 40 órát dolgozunk. Ha a munkánkban akarnánk profi szintet elérni, akkor 5 év alatt sikerülne. A hobbingban ez nem lesz olyan egyszerű. Összefoglalva, a kenjutsu, vagy bármilyen harcművészet nem arról szól, hogy halmozzuk a formagyakorlatokat, és megtanulunk mindent, amit a mester mutat nekünk külsőnek. Nem halmozhatjuk addig a pusztika őket, mint az animében láthatott főszereplő, aki szinte egy várost el tud söpörni egy csúnyításon. Minőségileg kell mindig fejlődnünk, és nem mennyiségileg. A kenjutsu és a harcművészetek inkább olyanok lesznek, mint a sakk. Megtanuljuk az alapokat, rengeteget gyakoroljuk őket, megtanuljuk a kombinációkat, megtanuljuk felismerni a helyzeteket. Minél több helyzetet begyakorolunk, hogy minél többen ismerősként találkozhassunk, amikor igazi összecsapásra kerülne a sor. Vagy hozhatnám ismét a zenét. Nem az a jobb zenész, aki erősebben képes lenyomni a zongora billentyűjét, vagy több hangot képes megszólaltatni adott idő alatt. Az a jó zenész, aki minőségileg jó, aki pont a megfelelő tempóban, pont a megfelelő hangokat fogja leütni. És fölmerült két kérdés, amire most megtalálhatjuk a választ. Mi kell az, hogy elkezdjünk kenjutsuzni? Nem véletlenül választottam ezt a képet, ott a kislány háttérben egy egyszerű melegítő van. Egy kényelmes ruha és az elhatározás. Bokát adunk kölcsön. És hogyan lehet a karddal életet adni? Yagyu Munenori írta azt a könyvében, az életet adó kardban, hogy váljunk annyira jóvá olyan mesterévé a kardnak, hogy úgy győzünk az ellenfélen, hogy a kardot már erősen kell vennünk. Ezáltal megvédve az életét annak, akit meg akartunk védeni, és ugyanúgy megvédve az életét annak, aki megtámadott minket azáltal, hogy ne öljük meg. Nem biztos, hogy ez a gondolat manapság is megáll már helyét, hiszen elég kevés ember szaladgál karddal az utcán, de megtanulhatunk mást ehelyett. Megtanulhattunk azon túl persze, hogy edzük a testünket, megtanulhatunk egy gondolkodásmódot, megtanulhatjuk más szemszögből látni saját magunkat, megtanulhatunk harcolni, megtanulhatjuk azt, hogyan kezeljük a konfliktust, és hogy a harcban lehet győzni, és érdemes is győzni. És ennyi, ez a kard igazi üzenet. Köszönöm.